komm her. Ich bin eine... Ein... Bankier. Ein Bankier. Sehr gut. A Szekszárdi Német Színházban a Diák Színház csoport próbál éppen. A gyerekek színházhoz szoktatása és a német nyelv ilyen módon történő tanítása évek óta része annak a küldetésnek, melyet a színház alapításával felvállalt. A folyamat Locz Katalin színigazgató érkezésével kapott nagyon hangsúlyt a teátrum életében. Több célunk is volt, tehát az egyik az, hogy a gyerekeket a színházhoz szoktassuk, de ez csak egy cél. A másik a kreativitás fejlesztés. A harmadik, talán még fontosabb cél, hogy a gátlásaikat a német nyelv használatával kapcsolatosan leépítsük. Akkor a negyedik cél az az, hogy olyan nyelvezetet, olyan nyelvet tanuljanak, ami szituációkban tényleg élő német napi beszéd. Tehát ez a sok minden együtt. És hogy miért így, az azért is, mert én is például én a színész képzésemet, azt Münchenben végeztem, és én voltam akkor abban az osztályban az egyetlen külföldi. És én rengeteget tanultam, nem csak színészetből, hanem a nyelvből is. Azáltal, hogy játszottunk, és minden, amit tanultam, az rögtön testben volt. Rögtön szituációban, rögtön helyzetben. És hogyha az ember úgy tanul, hogy közben meg is éli, és mozog vele, és benne van a szituációban, az egy olyan tanulás, ami örökre megmarad. Általában, amikor valaki megnézi egy ilyen színjátszó csoportnak az évvégi darabját, akkor lehet, hogy azt veszi észre, hogy hú, ő még nem tud beszélni, hú, ott valami rossz kiejtéssel ment. De sosem látják azt, hogy mi honnan indultunk egy évbe, és hova jutottunk el, és mindig minden egyes gyerek óriásit fejlődik évközben. És közben élvezik, mert sokat nevetünk, vicces dolgok ezek, nincs az a teljesítménykényszer, bármit lehet mondani, nem a nyelvtan van előtérben, hanem a kommunikáció, vagy a helyzetben a megszólalás, és a kreativitásuk is fejlődik, mert minden ötletüket komolyan vesszük. Mert itt vegan. Schwein. Az az egyik feladatunk, hogy tanítsuk, oktassuk a német nyelvet, és a színjátszás egy kicsit más metódusokat használ, hogy lehessen nyelvet tanulni. Mert nem egy halott nyelvet tanulok, nem kell könyvből valamit tanulni, nem kell a ragozást tanulnom, hanem az a lényeg, hogy egy szerepbe álljak, vagy egy szituációba álljak, improvizáljak, és az a kevés szó, amit tudok németül talán, azt is használjam és alkalmazzam rendszeresen. Szóval egészen másképp átmegy ugye a testbe és a gondolkodásba a német nyelv. Ez abszolút élménytanulás, és a diákok, akik egyszer színpadon álltak nálunk, egyrészt mindig visszatérnek, mint diákszínjátszósok, mint nézők, tovább viszik persze, hogy osztálytársaknak, barátoknak elmesélik, hogy ez milyen élmény volt, és akkor mint nézők megmaradnak nekünk, akkor is, hogyha már kinőtték a diákszínjátszót. A szakemberek azt mondják, egészen másképp ül a nézőtére valaki, aki ismeri, még ha kezdetleges formában is azt a világot, melyet a Rivalda jelent. Hiszen pontosan tudja, egy jelenet színrevitele mögött mennyi munka, mennyi kreatív energia van. Alapból ad egy egészen más magabiztosságot, hogyha egyszer a színpadon álltam, és voltak nézők, és láttak engem a színpadon, akkor sokkal, sokkal többre képes vagyok utána, mert tudom, hogy ott álltam egy ilyen helyzetben, ami nem természetes. Az nem természetes, hogy az ember a színpadra áll, és százan nézik. De hogyha egyszer azt meg tudtam csinálni, persze, hogy egy egészen más önbizalmat ad, az az egyik oldal, a másik meg az, hogyha azt is meg tudtam csinálni, hogy németül mondtam, és ha csak egy mondatot vagy két mondatot mondtam a színpadon, és mások hallották, értették, talán nevettek is a poénon, ami az én szövegemben volt, hát az mekkora ajándék annak a gyereknek, annak a diáknak. Das ist ein Stift. Ein was? Ein Stift. Én már évek óta színjátszózom, már egészen kisgyermekkorom óta általános suliban kezdtem. A gimnáziumban is tagja vagyok a diák színjátszónak, viszont mivel német nyelvet tanulok, ezért úgy gondoltam, hogy próbára teszem magam, és kibontakozom itt is. Már tényleg általános sulis korom óta járok ide a színházba, szóval nagy fan vagyok, és a színészeket is remekül ismerem.
Igazából a színjátszótól megkaptam azt, amit vártam, ugyanis a nyelvi készségem teljesen fejlődött, már bátrabban kommunikálok a német nyelven, valamint egy remek kis társaság alakult ki. Sajnos ebben az évben kevesebben vagyunk, de korábban rengeteg lány volt, és egy saját magunkról szóló darabot kezdtünk el összeállítani, amit sajnos nem tudtunk bemutatni, de mégis fantasztikus lett. Gondoljunk bele, hogy ma már mindenért fizetni kell, és itt a színészek, tehát a Rebi is, és korábban a Kata, aki csinálta, tehát ingyen a szabad idejüket arra fordítják, hogy megszeretessék velünk a színházat és a német nyelvet. Das ist ein Haus. Ein Haus? Ja, ein Haus. Haus. Das ist ein Haus. Mondtam, hogy én ezt akartam én is. Ein was? Ein Hut. Wie schön.